Sziasztok, Szandra vagyok, és az a helyzet, hogy ezzel a mai videóval lehet, hogy nem leszek túlzottan népszerű, és kiveri majd néhány embernél a biztosítékot, de szeretném előre leszögezni, hogy ezt a videót nem azért csinálom, hogy én beszóljak bárkinek is, meg hogy okoskodjak, hanem információ átadás céljából csinálom. És közben elkezdtek konkrétan szétverni valahol egy lakást. Szóval valószínű, hogy lesznek olyan információk ebben a videóban, amik néhányak számára újdonságként hatnak majd, és én pont ezért csinálom most ezt a videót, mert hogyha már egy valakinek is lesz benne hasznos és új információ, akkor megérte elkészítenem. Amúgy egy Instastory-n ihlette ezt a videót, ugyanis néhány héttel ezelőtt kitettem valamit Instastory-ba, amiről majd lesz szó ebben a videóban is, és akkor egy csomóan rám írtak, hogy úristen, hát ők ezt nem is tudták, és bele sem gondoltak ebbe, és tök jó, hogy ezt megosztottam. Úgyhogy ezzel a mai videóval is pontosan ugyanez a célom. Bízom benne, hogy lesznek olyanok, akiknek hasznos lesz, és lesznek benne új információk, és nem fogjátok félreérteni, hogy mit is szeretnék ezzel a videóval. Na nézzük, hogy mi az a 4 plusz 1 dolog, amit ne csinálj a babáddal. Az első dolog lesz az, amit Instastory-ban is posztoltam már néhány héttel ezelőtt, és ez pedig az, hogy rengeteg embernél látom, hogy ilyen hatalmas pufi dzsekiben ültetik be a gyereket a gyerekülésbe. És tudom, hogy télen hideg van, és nem szeretnétek, hogy megfázzon a gyerek, de könyörögve kérlek titeket, hogy vegyétek le a vastag dzsekit a gyerekről, amikor beültetitek a gyerekülésbe, ugyanis ha abban ültetitek be és kötitek be a gyerekülésbe, akkor nem sokat fog érni az, hogy gyerekülésben ül. Egyrészt ugye ezeknek az overalloknak, meg téli dzsekiknek sokszor ilyen nagyon csúszós anyaga van, ami nagyon-nagyon könnyen elcsúszhat a biztonsági öv. A másik pedig az, hogy gondoljatok bele, hogy amikor felöltöztetitek télen a gyereket, akkor ugye adtok rá egy vastag pulcsit, meg egy vastag dzsekit, tehát nagyjából ilyen vastag ruha van rajta. És hogyha ugye abban kötitek be a gyerekülésbe, akkor lesz körülbelül ennyi hely a teste és a biztonsági öv között, tehát a biztonsági övet nem tudod elég szorosra meghúzni a rajta lévő vastag ruha miatt. És hiába a drága ülés, mert hogyha nem tudod rendesen bekötni és rendesen meghúzni az övet, akkor nem fogja megfelelően védeni a gyereket. Sajnos még alacsony sebességnél is nagyon könnyen előfordulhat az, hogy egy hirtelen fékezéskor a gyerek egyszerűen kicsúszik az ülésből, mert nem fogja rendesen a biztonsági övet. Erről egyébként már rengeteg cikk született, majd én is belinkelek egyet a videó alatti leírásban, meg csináltak ilyen törésteszteket is erre, szóval ez egy bizonyított dolog, hogy ez tényleg életveszélyes tud lenni. És a másik dolog, ami még ehhez kapcsolódik, hogy sok olyat is látok, hogy a gyereket eleve lazán kötik be az ülésbe, vagy egyáltalán be se kötik. És az a legszomorúbb, amikor látom, hogy egy tök drága ülésben ül a gyerek, de nincsen normálisan belekötve. Tök fölöslegesen veszel több százezer forintért egy gyerekülést, hogyha nem kötöd bele normálisan, vagy nem kötöd bele egyáltalán, akkor igazából olyan, mintha ott se lenne. És tisztában vagyok vele, hogy sok gyerek nem szereti, amikor ugye szoros neki az öv. Lili sem szerette, és sokáig nyavajgott emiatt, de én minden egyes autós utunk alkalmával elmondtam neki 20-szor, hogy mi is be vagyunk kötve, és a biztonsági öv csak akkor véd, hogyha szorosan be van kötve. Ez nem egy olyan dolog, amiben hajlandó vagyok kompromisszumot kötni, ez nem vita téma, az élete múlhat rajta, hogyha nincs bekötve normálisan. Rengeteg olyan balesetről lehet hallani, amikor a gyerek kizuhant az autóból, mert vagy nem volt egyáltalán bekötve a gyerekülésbe, vagy nem volt rendesen meghúzva az öv. De hogy mondjak valami tippet is nektek, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát ugye megoldjátok, vagy az az egyik lehetőség, hogy télen, amikor mentek valahova, akkor előre befűtitek az autót, de tisztában vagyok vele, hogy ez sok esetben nem megoldható, úgyhogy akkor azt tudom javasolni, hogy vagy vigyetek magatokkal egy kis plédet, vagy legyen az autóban egy kis takaró erre a célra, vagy pedig, mikor ugye beülteted a gyereket az ülésbe, és leveszed róla a dzsekit, akkor utána takar be vele, és akkor amíg ugye
befűtöd az autót és bemelegszik, addig rajta lesz. Azért a mai autók szerintem már viszonylag gyorsan bemelegszenek, szóval nem kell ugye sokat várni. Ja, és arról nem is beszélve, hogy ha ugye vastag jackivel ülteted be a gyereket az autóba, akkor szerencsétlen megizzad, amíg utaztok, és amikor kiszálltok a hidegbe, a jó kis izzadt testével, akkor szépen megfázik, és már meg is van a betegség. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az most már egyre aktuálisabb lesz, hiszen tavaszodik, és egyre többet fog sütni a nap, és ilyenkor nagyon sokszor látom azt a parkban, hogy valaki úgy sétál a babakocsival, hogy letakarja valamivel, hogy ne süssön rá a gyerekre a nap. Leginkább arra gondolok, amikor valaki Mózesben, vagy ilyen zártabb babakocsiban tologatja a gyereket, és azt takarja le, léci, ne tegyétek! Higgyétek el, hogy még a legvékonyabbnak tűnő anyag is elfogja a levegőt a gyerektől, és totál be tud melegedni a babakocsiban. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Mózes kosárban, ami ugye egy ilyen zártabb valami, hogy ugye védje a babát, ott eleve 3-4 fokkal melegebb van, mint amennyi egyébként a levegő hőmérséklete. Na most, ha te ezt még letakarod, és gyakorlatilag nagyrészt elzárod a levegő áramlását, akkor még sokkal melegebb lesz. Tehát most gondoljatok bele, hogy mondjuk kint van 25 fok, és ha te letakarod a babakocsit, akkor ott mondjuk lesz 35 fok. Ami azért nem hangzik annyira jól. Mi erre a megoldás? Hát két dolgot tudok javasolni. Az egyik az az, hogy vagy vegyetek ilyen babakocsira tehető napernyőt, amit mindenféle irányba lehet csavargatni, meg tekergetni, hogy olyan szögben álljon, hogy leárnyékolja a babát. A másik pedig, amit én magam is használtam, az egy ilyen napvitorla néven fut talán, vagy valami hasonló, igazából én a DM-ben vettem, de kb. Bármelyik drogériában vagy bababoltban lehet ilyet kapni. Ezt úgy tudod felhelyezni a babakocsira, hogy ráteszed a kupolára, és akkor van rajta egy ilyen kötő, amit meg a tolókarra tudsz rátenni, és akkor ezt is lehet föllehúzogatni, meg odakötni, ahova akarod, hogy tényleg leárnyékolja a babát, de az, hogy tényleg fogod és letakarod a kupolát, azt légy, ne csináljátok. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, az egy olyan dolog, amit igazából én is még a leges-leges legelején elkövettem, és ezt is rengeteg helyen látom, az, hogy az újszülött számára én teljesen haszontalan és funkciótlan dolgokat pakolnak bele a kiságyba. Gondolok itt a plüss állatokra, mindenféle cuki kis párnákra. Nagyon sokaknál látok ugye baba ágyneműszettet, ami az egyik legfeleslegesebb dolog a világon. Ha van valami, amire azt mondom, hogy ne vegyetek a babának, az a baba ágyneműszert, mert hogy párnát nyilván egy újszülöttnek a feje alá nem teszel, sőt, nagyon sokáig nem használ párnát egy gyerek. Takaró meg megint csak nem kell, mert rendszerint elég egy kis pléd, amivel be tudod takarni. Sőt, én még azt mondom, hogy az sem muszáj, én inkább hálózsákpárti vagyok, de mondjuk egy kis pléd az még belefér. De térjünk vissza a plüssökre, meg párnákra, meg mindenféle ilyen dekorációs elemekre. Ezek azért jelentenek veszélyforrást, mert mondjuk képzeljétek el, hogy a baba elkezd hadonászni a kezével, és az arcára borít egy ilyen plüssállatot, viszont ő még ugye nem tudja, hogy hogyan veheti azt el onnan, vagy hogyan tud arrébb húzni, és konkrétan ott van az a plüssállat a fején, ami akár fulladáshoz is vezethet. Nyilván ez már a legvégső eset. Én egyébként alapvetően a rácsvédőt is egy felesleges dolognak tartom, de azért annak mondjuk látom értelmét, meg nem tartom annyira ördögtől valónak, de azt is hozzá kell tennem, hogy mi egyik gyereknél sem használtunk. Nyilván néhányszor beütötték a fejünket a kiságyba, de semmi komoly gond nem volt ebből. Viszont ha vesztek rácsvédőt, akkor arra nagyon figyeljetek oda, hogy megfelelően rögzítsétek oda a kiságyhoz, tehát legyen rendesen meghúzva, legyen eléggé szoros, hogy nehogy ugye be tudjon bújni a baba a rácsvédő meg a kiságy rácsai közé. A negyedik pont, amiről szeretnék beszélni, az, hogy az autós hordozó nem hosszú sétára lett kitalálva. Az autós hordozó az arra szolgál, hogy a babát biztonságosan tud szállítani benne az autóban. Nyilván, ha mész valahova autóval, és ugye beszaladsz a babával mondjuk boltba, akkor nyilván ugye az autós hordozót szokták rátenni a legtöbben a babakocsira, és úgy mennek be, ezzel semmi gond nincsen, nem is erre gondolok, hanem arra, amikor valaki
a parkba egy 2 órás sétára az autós hordozóval megy ki. Higgyétek el, hogy egyáltalán nem tesz jót a pici baba kis gerincének, hogyha hosszú ideig ebben a hordozóban kell görnyednie, mert ez a hordozó nem erre lett kitalálva. Amúgy sokakkor hallottam azt, hogy azért sétáltatják autós hordozóban a gyereket, mert hogy abból jobban kilát. Hát én erre azt tudom mondani, hogy nyilván az a jó, hogyha minél tovább tudod a mózest használni arra, hogyha mondjuk kimentek egy hosszabb sétára, de hogyha már azt látod, hogy a baba szeretne kilátni és érdekli őt a világ, akkor nagyon sok babakocsihoz van most már olyan sportrész, amit teljesen meg lehet dönteni, akkor inkább tedd át abba. És akkor végül az a plusz egy dolog, amiről mindenféleképpen szerettem volna még beszélni, az az, hogy mindenképpen figyeljetek oda arra, hogy milyen képeket posztoltok a gyerekeitekről a különböző közösségi oldalakra. És mondom ezt úgy, hogy én is posztolok a gyerekekről, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem viszem túlzásba. Szerintem ezt mindenki maga érzi, hogy mennyit szeretne, vagy éppen nem szeretne posztolni a gyerekeiről, de azt mindenféleképpen gondoljátok át, mielőtt kitesztek egy képet a gyerekről, hogy abból az adott képből származhat-e neki később bármilyen kellemetlensége, vagy érezheti-e magát rosszul attól az adott képtől. És itt leginkább olyan képekre gondolok, amikor mondjuk a gyerek meztelenül van, amikor hisztizik, vagy éppen bilizik. És tudom, hogy sokan úgy vannak vele, hogy de hát ezek a dolgok is hozzátartoznak ahhoz, hogy az embernek van egy gyereke, és igen, ez abszolút így van, de nem kell minden egyes intim részletet megosztani a külvilággal. Én mindig azt mondom, hogy olyan képet tegyél ki a gyerekről, amit magadról is szívesen látnál az interneten. Szeretnél magadról meztelen képet látni az interneten? Szeretnél olyan képet látni magadról, amin éppen a WC-n ülsz? Vagy szeretnél olyan képet látni magadról az interneten, amin mondjuk nagyon dühös vagy, vagy nagyon szomorú vagy valamiért, vagy egyáltalán nincs jó kedved? Ha nem szeretnél, akkor a gyerekedről se posztolj ilyet. Szerintem ez ennyire egyszerű. Hú, hát azt hiszem, hogy elmondtam mindent, amit szerettem volna. Nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre és a ti visszajelzéseitekre az elhangzottakkal kapcsolatban. Bármilyen vélemény, álláspont és hozzászólás érdekel, de mindenkit arra szeretnék kérni, hogy kulturált stílusban kommenteljetek és beszélgessetek egymással. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznosnak találtátok. Ha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!